Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dombrát településen közel 60%-kal nőttek az elmúlt évhez képest a nyaralók négyzetméter árai. A településen azonban még mindig olcsóbb ingatlant vásárolni, mint Vásárosnaményben. A legtöbb helyszínen nőttek az árak, de például Tiszavasváriban és Tiszalökön nem változtak. Egyetlen településen csökkentek az ingatlan árak, Rakamazon most olcsóbb nyaralót vásárolni, mint egy évvel ezelőtt. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy amíg Nyíregyházán a 360 ezer forintos négyzetméter ár továbbra is az irányadó, addig a tiszaparti települések, mint például Dombrád, már 100 ezer forintos lélektani határt lépte át az ott található nyaraló ingatlanok átlagos négyzetméter ára, és ez már majdnem 50%-os áremelkedést jelent éves szinten. És a többi település is, Vásárosnamény, illetve a többi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyaralóövezeti település is körülbelül 95-100 000 forintos négyzetméter áron kínálja eladó lakóingatlanokat átlagosan, ami jóval olcsóbb, mint amit például Nyíregyházán tapasztalhatunk. A home office munkakörnyezet hatására sokan már ideiglenes költözéssel egybekötött nyaralást terveznek, így nem csak az eladó, hanem a kiadó lakások piaca is megváltozott. Egyre népszerűbbek azok a kiadó üdülők vagy kertesházak, amelyek a vízparton vannak, és akár több hétre, hónapra bérelhetőek a családok részére. Ez leginkább a Balatonon és a Velencei tónál mutatkozik meg, ahol a kereslet, tehát a kiadó lakóingatlanok, a nyaraló ingatlanok iránti érdeklődések száma a tóparti településeken megháromszorozódott a Balaton északi és déli partján, a Velencei tópartján pedig megötszöröződött, és hasonló jelenséget jósolunk a Tiszató partjára, vagy éppen a Tisza partján is, ami érintheti a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyaralópiacot. Ez egy új üzleti hasznosítási modellt is lehetővé tesz a befektetők számára, és arra számítunk, hogy a befektetők emiatt szerte az országban felfedezik a nyaralókat. Szakértő szerint a járványhatás visszahúzódásával, a gazdaság várható fellendülésével, valamint a turizmus erősödésével a nyaralók piacán további élénkülésre lehet számítani.